Lizzy meg öt dolgot, amivel a Brawl Stars-ban, amit a Brawl Stars-ban jobban tudsz majd játszani, illetve egy dolgot meg fogunk nézni, amit majd érdemes lesz észben tartani, hogy át akarsz szokni telefonról iPad-re. Nos, az első dolog az, hogy nézz Championship Challenge-eket, mivel abból tényleg nagyon sokat lehet tanulni. Én is néztem a Championship-et, és azt néztem, hogy a játékosok hogyan is játszanak, hogyan játszanak meg bizonyos szituációkat, amitől én nagyon sokat tudtam tanulni tőlük, szóval ezeket érdemes nézni, mivel ingyen legendary szárdropokat is kaphatsz. A második dolog pedig ne skinekre költsd el a coinodat, mint például vannak ugye ezek a coinos skinek, például silver skin, illetve gold skin, ezeket ne vegyétek meg, kivéve akkor, hogyha már tényleg olyan tupok vettek a játékban, hogy nektek már nem kell fejlesztésre költeni semmiféle coint, mivel a coinokból inkább fejlesztésre érdemes költeni, és nem a skinekre. Gemet is lehet progressionre költeni, de amúgy nem olyan gyakran szokták ezt a játékosok csinálni, szóval inkább a progressionre menjetek, mint kozmetikus cuccokra, de nyilván ezt mindenki maga dönti el. Szóval let's go a harmadik tipre, ami az iPad lesz, illetve tabletek. Nos, ha már telefonon kezdted el a gémet, akkor nem igazán érdemes átszokni iPad-re, illetve tabletre, mivel nagyobb képernyő, illetve hát, hogyha te a telefonon tanultál meg profi szinten játszani, akkor érdemes inkább telón maradni, hogyha nagyon át akarsz szokni igazából, akkor szinte újra kell kezdened a gémet. De hogyha még a játék elején vagy ilyen 20.000 kupa körül, illetve 10.000 kupa körül, szerintem még akkor is, meg mondjuk 30.000 kupa körül, szerintem még akkor is át lehet szokni a gémre, csak nagyon nehéz. Szóval igen, érdemes inkább tableten nyomni a gémet. Brawl Stars-ban szerintem le van lokkolva egy 120 FPS körül a gém, de a telefonok nem mindig tudják a 120 FPS tartani, inkább a 60-90 FPS között vannak. Jöhet a következő tip, ez a tip le fogja buktatni konkrétan a kempereket. Tudjátok, hogy a játékban bent vannak épis animáció, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. És például, hogyha bepújt egy bokorba, de még nem látod az enemit, ott marad pár másodpercig is láthatod, hogy a player ott van bent a bokorba. Szóval ezekre érdemes odafigyelni. Én szoktam használni, hogy mindig, amikor már lassan be van töltve a szuperem, akkor egyből a szupert nyomkodom, és nem a lövést, mivel hát így is lövök, de közben, hogyha megvan a szuperem, akkor már instant tudom nyomni. Például mondjuk egy Greynél ez nem olyan előnyös, de például egy Elprimónál, vagy egy Darylnél nagyon előnyös tud lenni. Remélem értetőek voltak a tippek, hogyha esetleg nem, akkor írtok le kommentbe, illetve ti is írtok le más játékosoknak tippeket, hogy ti miket szoktatok használni. Komment szekcióban találkozunk, sziasztok!